több 100 millió forint is lehet a kár, amit az orvadászok okoznak évente csak Tolna megyében. A pontos összeget nem lehet megmondani, mert az esetek jelentős részére nem derül fény. A vadászkamara Tolna megyei titkára viszont azt mondja, az orvadászat egyáltalán nem ritka jelenség. Számszerűsíteni nem tudjuk a felderített esetek alapján, hogy azért igen-igen nagy arányú az orvadászat a vadállományon belül a legális vadászathoz hasonlítva, viszonyítva. A vadászkamara Tolna megyei titkára szerint az a ritkább, hogy engedéllyel nem rendelkező személy lő ki vadat. Sokkal gyakoribb, hogy a vadásztársaságok egy-egy tagja egyszerűen nem vezeti a kilőtt állatokról szóló nyilvántartást. Egyrészt megélhetési orvadászatról beszélhetünk ilyen esetben, ez véleményem szerint a kisebb arány. A másik az, amikor az úgynevezett belső orvadászatról beszélünk így szakmai berkekben. A belső orvadászat az, amikor a vadásztársaságon belül a tagok járnak nem tisztességes úton, és vesznek plusz hasznot az állományból, illetve van azért erre épülő, fekete gazdaság is. Király István azt mondja, találkozott már olyan esettel is, hogy a rendszeresen, üzletszerűen, illegálisan kilőtt vadhúsa egy népszerű élelmiszerlánc hűtőjében landolt. Az orvadászat egyébként bűncselekménynek számít, amiért akár 3 év börtön is kiszabható.